Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök a híradót látják, Kozó Attila vagyok. Perben állnak, Havasi Katalin nem bocsát meg Márki-Zay Péternek. Fontosabb, mint bármikor, ma van a kézmosás világnapja. Őszi-téli virágok, 16 ezer árvácskát ültetnek el Hódmezővásárhelyen. Nem bocsát meg Havasi Katalin Márki-Zay Péternek, Szegeden ma volt annak a bűnvádi eljárásnak a békéltető tárgyalása, amit Havasi Katalin indított dr. Márki-Zay Péter polgármester ellen rágalmazás vétsége miatt. Havasi Katalin, a Hódmezővásárhelyi Fidesz elnöke egy tavaly januári a polgármesteri hivatal gyors hírszolgálatán megjelenő Facebook poszt miatt rágalmazásért perelte be dr. Márki-Zay Péter polgármestert. A posztban azt írják, hogy Gajzerné Havasi Katalin és családja 2018 tavaszi németországi útjának repülőjegyét a polgármesteri hivatal kabinetirodája rendelte meg, majd a városvezetés csere után ennek dokumentációja eltűnt. Árva László és felesége, akik utasként szintén érintettek voltak, befizették az út város által kiszámlázott költségeit. Havasi Katalin azonban megtagadta az általa jelentéktelennek mondott összeg megfizetését. A magánvádas peres eljárásban tárgyalás nélkül már döntött a bíró. Ennek során 1 millió forint megfizetésére kötelezték Márki-Zay Pétert. Ám Gajzerné Havasi Katalin bűnvádi eljárást is indított. Ennek békéltető tárgyalása ma délben volt Szegeden, amire tévéstábunk nem mehetett be. A polgármester és ügyvédje így kommentálták a bent történteket. Nem derült ki a tárgyaláson sajnos, hogy milyen konkrét valótlan tényállításokat sérelmez, mert én nem látok, hogy milyen cikkben egyet olyan sem. Valós tényállítás, amit őt sérti, igen. Ezt ő nem tudta megmondani, a cikk egész és a címe az, ami sérti őt, azt mondja. Jó, tehát nagyon kíváncsi lennék, hogy pontosan mit gondol valótlannak ebből, vagy nem, sértőnek. Nem hajlandó megbocsátani. Igen, és nem hajlandó megbocsátani. A peres eljárás így folytatódik majd. Az ügyről Havasi Katalin nem kívánt nyilatkozni a Vásárhelyi Televíziónak. Az önkormányzat egyébként a repülőjegy vásárlás kapcsán a törölt dokumentáció miatt is feljelentést tett, ám a Szentesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást. Ma van a kézmosás világnapja, akár életet is menthet mindennapi rutinunk, különösen most a koronavírus járvány idején értékelődik fel a jelentősége. Alapos és helyes elvégzéséhez azonban minimum 40-50 másodpercig kellene tartania, így tudja csak jótékony hatását kifejteni. A szakemberek szerint érdemes meleg vízzel és szappannal felvenni a harcot a kórokozókkal szemben, amikor pedig erre nincs lehetőség, akkor jöhet a fertőtlenítő folyadék. A bőrredőket jó körkörös mozdulatokkal kell kimosni, hogy ott se bújjon meg egy baktérium se, aztán az új közeket is kimosom alaposan, aztán a csukló, aztán ha ez kész, akkor jöhet az ilyen integetív mozdulat. Héja Maja a helyes kézmosás lépéseit mutatja az Aranyosi Ágoston Református Általános Iskolában. A hatodik osztályos gyerekek éppen ebédhez készülődtek, így egyenként járultak az osztályteremben található mosdóhoz tisztálkodni. Ebéd előtt, vagy ebéd után is, és minden étkezés előtt és után, magyarán mindig, szoktam mosdózás után is kezet mosni. Az alapos kézmosási technika elsajátítását a falon található képsorok is segítik. A gyerekek rendelkezésére pedig többféle fertőtlenítőszer áll. Anyukám gondolta, hogy ezzel megsegítenénk a iskolát, meg a osztályt is, hogy hozunk be egy ilyen egy ilyen elektromos fertőtlenítőt. A kézmosás világnapját 2008 óta ezen a napon ünnepeljük. A kezdeményezést az UNICEF indította útjára azzal a céllal, hogy ösztönözze az embereket a higiéniai szabályok betartására. Az egyes statisztikák szerint ugyanis a férfiak 15%-a, míg a nők 7%-a egyáltalán nem mos kezet. A kézmosásnak a jelentősége azt gondolom, hogy most egyrészt a szokásos őszi náthás vírusos megfázásos időszakban, másrészt kiemelten a COVID-járvány miatt most nagyon fontossá vált. És ezzel, hogy ma ünnepeljük a kézmosásnak a világnapját, azt gondolom, hogy jobban fel tudjuk hívni rá a figyelmet. Olvastam 30-tól 60-ig, tehát viszonylag azért ág a
az időintervallum, de én azt gondolom, hogy egy 40-50 másodperces kézmosásnak mindenképpen kellene. Érdemes a napi rutint úgy kialakítani, hogy beteglátogatások alkalmával hazaérkezéskor vagy tüsszentés és állatsimogatás után is alkalmazzuk. Az egyszerű tisztálkodási mód elterjedését Semmelweis Ignácnak köszönhetjük, akinek ezzel az intézkedésével az 1800-as évek közepén sikerült radikálisan csökkenteni a gyermekágyi lázban elhunytak számát. De az alapos kézmosás a mostani pandémia idején is életeket menthet. 16 ezer árvácska kiültetése kezdődött meg ma délelőtt Hódmezővásárhelyen. Ezzel a városvezetés már az október 23-i ünnepségekre készül, de a hidegtűrő virágok tavaszig színesítik majd a főteret. Emellett a téli időszakot megelőző munkákat is elkezdték, megmetszették például a belváros fáit, hogy egy esetleges havazás ne törje le a már elhalt ágakat. A levágott gallyakat szedik a munkások a Kossuth téren, megkezdődött a belváros felkészítése a téli időszakra. Az esetenként a járdaszakaszra belógó vagy száraz és korhat ágak balesetet okozhattak volna. Elkezdődött a téli felkészülés a Kossuth téren, a gallyazás megkezdődött, ahol a száraz ágak kerülnek levágásra, hogy a téli hóterhelés vagy jégterhelés ne okozzon balesetet a téren, valamint elkezdődik az őszi világparánták ültetése is. A HMZRT munkatársai és a Hódmezővásárhelyi közfoglalkoztatásban dolgozók csütörtök reggel elkezdték kiültetni a virágokat a Kossuth térre, hogy az október 23-i megemlékezéseket már színes környezetben tarthassák. 1600 darab tulipánhagyma kerül, új tulipánhagyma kerül elültetése, plusz a régi tulipánhagymákból is kerül felhasználásra sok darab, amelyik felhasználható, valamint 16 ezer tő árvácska kerül majd elültetése a téren. Ez azt jelenti, hogy október 23-ára már szép lesz a Kossuth tér, és tavaszig virágozni fog az árvácska, és színes lesz a főtér. A Kossuth tér szépítésén kívül a Pálffy utcai, valamint a Tesco melletti körforgalmak zöld felülete is megújul, az árvácskákból oda is ültetnek majd. Eddigi verseiből kaphattak átfogó keresztmetszetet azok, akik ellátogattak tegnap délután a vásárhelyi Súlyog Csaba irodalmi estjére a Németh László városi könyvtárba. A civilben történelem földrajzszakos tanár szívesen szedi rímekbe gyermekkori élményeit, szíverezdüléseit vagy akár társadalmi kritikáit. Eddig két kötete jelent meg, de azon munkálkodik, hogy a harmadik is összeálljon. Az író-olvasó találkozó a Kárász József irodalmi kör szervezésében jött létre. A 75-ben épült oldetejéről egy bontottan néz vissza. Az eltemetett múlt egymásra vetett forradó lécei közül. Időutazásra invitálta az érdeklődőket tegnap Súlyog Csaba, ugyanis többek között ősei élete, családi visszaemlékezések és székutason töltött gyermekkora elevenedett meg líráján keresztül a városi könyvtárban. Ez egy válogatás est, tehát nem egy konkrét kötethez kapcsolódik, hanem igyekszik egy ilyen áttekintést adni a verseimből. Ennek köszönhetően vannak benne olyanok, amik a falusi, a gyerekkori élményeket dolgozzák fel, vannak olyan versek, amik szerelmes versek, vannak benne, amik kicsit ilyen társadalomkritikai, borúsabb hangvételű versek. Igyekeztük úgy összeállítani a verseket, hogy ne legyen nagyon töredezett a műsor, nem legyen azért egy erős vezérfonala neki. Súlyog Csaba első versei közel 15 éve a szerelem témájában születtek. A fiatal költő azóta is szívesen szedi rímekbe gondolatait magáról és a világról. Munkamódszere a folyamatos jegyzetelés, így gyűjti a benyomásokat, és ha ezek összeilleszthetők, akkor költeményé formálja őket. Idő, amíg letisztul az embernek tehát ezek a próbálkozásai, és összeáll valami olyanná, ami már olyan minőségű, amit így közkincsé is mer tenni, vagy közkincsé is lehet tenni. Hát örülök neki, hogyha ez egyre jobban sikerül, és egyre több mindenkit érdekel, és sikerül olyan módon megfogalmazni a gondolataimat, hogy az érthető is legyen, hiteles is legyen, és minél több ember tudjon vele azonosulni. A fiatal költőnek eddig két kötete jelent meg, a Vegyél kezedbe és a Viharsarok blues. Ez utóbbi melankólikus hangulatú verseket tartalmazott, jövő januárban viszont jön a folytatás újra szerelemmel a középpontban. Az esten a szerzővel Dan Imre beszélgetett, aki egyben a zenei kísérletről is gondoskodott. Erőltetett menetben folynak a kosárlabda NB1B zöld csoportjának küzdelmei. A kosársuli ott folytatta, ahol 4 nappal ezelőtt abbahagyta a Deac után a zöld csoport újoncát, a Pénzügyőrt is legyőzték a szerda esti találkozón a Hottói sportcsarnokban. Nem lehetett félvárról venni az NB2-ből feljutó ellenfelet.
Dr. Bagi Melinda együttese 2-ből 2 idegenbeli győzelemmel indított, ám előzetesen reménykedtünk, hogy sikerül megismételni a debreceniekkel szemben mutatott remek játékot. Nagyszerűen kezdtük a találkozót. A 4. percben már 9-3-ra vezettünk. A kosársuli játékára, valamint az agresszív, támadó lepattanózásra nem igazán tudott azonnal reagálni a pénzügyőr. Így a különbség tovább nőtt. Kellemetlen ellenfél. Tavaly még NB2-ben játszottak. Nyáron derült ki, hogy ők is indulhatnak a zöld csoportba. És a szerkezetük is már a feldobáskor nagyon kellemetlen volt, nincsen kimondottan, kifejezetten centerük, irányítójuk, klasszikus bedobójuk, így egy kicsit nehezen találtuk meg kezdetben rajtuk a fogást, de komolyan vettük a mérkőzést, tudtuk, hogy azért nekünk dinamikusabbnak, tapasztaltabbnak kell lenni. Azt kértem a fiúktól, hogy az első fél időt próbáljuk minél jobban teljesíteni, ez sikerült is. Közel 20 pontos különbséggel vonultunk be az öltözőbe. A második fél időben még mindig nem adta fel ez az ellenfelünket dicséri. Próbálkoztak és volt is, hogy közelebb kerültek. Már talán a koncentrációm sem volt olyan, mint ami ennek kellett volna lenni, de annak azért nagyon örülök, hogy viszonylag simán sikerült őket megvernünk, és második hazai meccsünket is megnyertük. A végjáték Rostás 3 duplájával indult, majd a magabiztos előny tudatában rotálni kezdte csapatát Tóth Tamás, és jöttek a fiatalok. Akadt olyan perc a hajrában, amikor a kosársuli pályán lévő ötösének átlag életkora 18,5 év volt. A végeredményt az utolsó másodpercben Meggyesi Dániel állította be. A 94-71-es siker teljesen megérdemelt. A játék minden elemében felülmúltuk a pénzügyőrt, a legtöbb pontot Rostás Imre szerezte 18 találattal. Szombaton újabb megmérettetés vár a kosársulira. A győri Széchenyi Egyetem csapata látogat a Hódtóba. Kedves nézőink, Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták, hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk a szokásos időben 17:30-kor. Legyenek akkor is a nézőink, addig pedig kövessenek bennünket az online térben, a hotpress.hu oldalon, a YouTube csatornánkon vagy Facebook oldalunkon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!